kukába dobnád ki a kis autót dobozát? A kék kukába, mert oda kell dobni a papírt. Szuper ügyes vagy. Április 22-e a Föld napja. Ennek jegyében számos programmal készültek az óvónők az elmúlt héten, a környezettudatos nevelésért a hét színvirágú visainak. A múlt héten, mivel az időjárás előrejelzést néztük, így a múlt héten a magaságyásokba beültette minden csoport a kapott veteményeket és magokat. Duggattunk hagymát, ültettünk retket, salátát, rendbe raktuk a kinti udvaron lévő kis ágyásokat, rendbe raktuk a virágos kertünket, és hát úgy jól is számoltunk, mert azért elég fura idő van most Vizeskin a terület, ahol meg szerettük volna oldani a Földnapja rendezvényt, így most bekényszerülünk a csoportszobákba, és így 5 állomáson keresztül ismerkedünk meg a Földdel, Földnek a nevezetességével, illetve hogy hogyan óvjuk és védjük a Földet. Ez az 5 állomásos történet, mivel 5 csoportunk van, már egész jól bevált. Most e köré szerveztük a földkori a mai napi rendezvényünket. 5 állomáson keresztül ismerkednek a gyerekek a bolygónkkal, védik a környezetet, megnézzük, hogy hogyan kell szelektíven szemetet csoportosítani, festünk egy kicsit, földplakettet készít mindenki sólízgyurmából. A hét során a környezetvédelem mellett a kertművelésre is felhívták a figyelmet. Ez most már tudjuk, hogy az 59. percben vagyunk, sőt, és ezt a gyerekek tudomására is kell hozni, hiszen övék a jövő. Hogyha ő beléjük, ezt most nem plantáljuk bele és nem ültetjük ennek a fontosságát. Persze ez ugye nap mint nap benne van a programunkban, de azért ez a mai nap egy kiemelt esemény lesz, akkor bizony-bizony, sajnos előfordulhat, sőt, hogy nem marad már nekik jövő. Tehát ezt kell védeniük, ezt kell megteremteniük, hogy a Föld ugyanaz a bolygó maradjon, ami még a mi gyermekkorunkban volt. Nagyon-nagyon-nagyon szerteágazó a véleményük a gyerekeknek, erről is a tudásuk is. Nagyon sokan most már otthon valóban tartanak konyhakert, illetve konyhakertet művelnek, akik meg nem, azok pedig próbálják hazavinni ezeket az ötleteket. Azon kívül a személygyűjtést, azt itt az óvodában is ugye szelektíven gyűjtjük. Erről is nagyon sokat beszélünk, a víz hasznosságáról is, hogy azt nem szabad pazarolnunk, óvnunk kell, védenünk kell, és hát ezt pedig a mosdóban tudjuk ugye nagyon-nagyon jól alkalmazni, hogy nem pancsizunk és nem habosítjuk a vizet, hanem óvjuk, védjük ott is, és annyit használunk csak, amennyire szükségünk van. A Földnapjával kapcsolatban számos a gyerekek által készített plakát díszíti az óvoda falait. A mai napi rendezvényünknek az előzménye volt ez, hogy minden csoportot megkértünk, hogy saját technikával, különféle megoldásokkal próbálják megeleveníteni, hogy számukra a Föld védelme, a bolygó védelme az mit jelent, és így kerültek a plakát, vagyis hát a fali újságra ki ezek a csodás, szebbnél szebb alkotások, és az a meglátás, hogy minden csoport más technikával dolgozott.